A víztorony külsején már látszik a változás, a felső szinten tört fehérre festették a homlokzatot, minden emeleten folyik a munka. A kivitelező bontással kezdte a felújítást, leverték a vakolatot és több zsáknyi galambürüléket kellett összegyűjteni. Megerősítették az épület szerkezetét is. Az alsó szinten kávézó nyílik, már készül a lépcső, az akadálymentes bejutást emelőszerkezettel oldják meg. A második szinten jelenleg lakatos munkák folynak, itt üvegfallal körbeépített rendezvényteret és galériát alakítanak ki, ahonnan belső lépcső visz majd fel a kilátóhoz. Új nyilászárókat építenek be, az épület belső hőszigetelést kap. A munkaterületet tavaly áprilisban adták át, és egy évvel később tervezték az átadást. De mivel elhúzódott egy mobiltelefonát játszó állomás áthelyezése, a kivitelező csak szeptemberben vonult fel. A cég és az önkormányzat között jelenleg is vita van. A kivitelező akadályoztatást jelentett. Ez ugye annyit jelent, hogy voltak olyan napok, amikor időjárási, illetve egyéb körülmények között nem tudta elvégezni a munkát. Ezeknek egy részét a városvezetés elfogadta, de jelentős részében azt mondtuk, hogy nem fogadjuk el az akadályközlést. Ebben jelenleg most vita van köztünk és a kivitelező közt. Az alpolgármester elnagyoltnak nevezte az előző városvezetéstől megörökölt beruházást, amire sokkal több energiát kellett volna fordítani, és bővebb műszaki tartalommal elfogadni, hogy a környezete is megújuljon. Én olyan projektet nem tudtam volna támogatni, illetve nem is támogattunk, ami arról szól, hogy nem a víztorony tetejében, nem a kilátó részre helyezünk el egy vendéglátóipari helységet, hanem a kávézót a víztorony aljába helyezzük. Ezek nem okos dolgok. Illés Károly korábbi alpolgármestertől megtudtuk, hogy ha feljebb tervezik a kávézót, külső liftet kellett volna építeni, ami jelentősen meghaladta volna a rendelkezésre álló költségkeretet. A felújítás várhatóan nyár végére, szeptember elejére fejeződik be. Ezzel a közel 100 éves, 1978 óta üresen álló víztorony visszanyeri eredeti szépségét és turisztikai közösségi célokra hasznosul. A létesítmény kezelője a tervek szerint az Agora lesz. A kávézó üzemeltetésére hamarosan pályázatot írnak ki.